Következő kísérletben a törésvonalak kialakulását fogjuk szemléltetni. Ehhez szükségünk van egy darab téglára, illetve egy kalapácsra. A törésvonalak kialakulásának következtében alakulnak ki a röghegységek, a törésvonal viszont egy külső erő hatására alakul ki. Most jelen esetben a kalapács lesz, illetve ahogy ráütünk. Ja. Tehát a törésvonal ugye most a belső feszültség miatt megrepett a téglánk, de nagyon jól látszik a törésvonal, teljesen amorfa formája, illetve ugye, hogyha a törésvonalba csapadékvíz folyik, az megszilárdul, ugye megfagy, megszilárdul, a térfogata megnő, ezáltal szétfeszíti a kőzetet, amely majd felaprózódik a következőkben.